A baj, hogy mi teljes joggal mondjuk, hogy a sportban nem való a politika, mindig az volt. És csak, hogy ebben sincs új. A farizeusságban, a szemforgatásban, az aljasságban. Szóval gyerekek, a New York Times a 36-os berlini olimpia előtt hosszú cikkekben értekezett arról, hogy hát szörnyűség, hát el szabad-e engedni a szegény amerikai fekete, akkor még négert mondtak, sportolókat, a náci német, nem lesz-e ott bajuk. Írták ezt azok 35-ben, ahol még az összes szegregációs törvény érvényben volt, és még nem járhattak be a fekák azokba az éttermekbe, ahova a fehérek, nem ülhettek a buszon csak hátra, és közben féltették a néger sportolóikat a náci Németországba, ahol egyébként Hitler Jesse Owens-szel kezet fogott. Ez nem Hitlert mentegetem, de hát azért a k***a életbe. És te, ennyi fennakadás nem okozott Amerikába, a New York Times-ba erről értekezni. A másik meg, amit mondtál, hogy itt az angolok jöttek, hogy nevelnek mi. Aha. Uh-huh. Akkor nézzük már egy kicsit ezt a brit birodalmat. Csak tényleg egy pillanatra. Akik meg minket akarnak nevelni. Akik ugye összehozták maguknak azt a birodalmat, ahol egykoron soha nem ment le a nap. Ahol Palmerston miniszterelnök kimondta a tökéletes mondatot, ami jellemezte ezeket mindig. Nekünk nincsenek barátaink és ellenségeink, nekünk csak érdekeink vannak. Ha színpadon hallod a jágótól, akkor érted, hogy Palmerston kimondta a tutit. És ezek azok, akik mondjuk, mikor mi 1848-ban szabadságharcot vívtunk, 48-as törvényeket hoztunk, jobbágyot szabadítottunk fel, és küzdöttünk a szabadságunkért, ezek nagyjából két ópium háború viseltek, mert épp azzal voltak elfoglalva, hogy egyébként az általuk leigázott Indiából mégiscsak az ópiumot bevihessék Kínába, és iszonyú profittal eladhassák a nyomorult kínaiaknak, akik ópium barlangban millió, 10 millió szám szívták el az agyukat, és haltak ebbe bele, hogy a brit birodalom fehér urai glasszékesztyűben gazdagon 5 órakor eltartott kis hújjal tejázgathassanak. És Indiában a szipolylázadás leverése, olyan vérfürdőt rendeztek, amire szavak nincsenek, Kínát félgyarmattá teszik, szétágyúzták a kínai kikötőket, mikor Kína azt merte mondani, egy 5000 éves birodalom, hogy ne hozzatok már ide ópiumot. Búrháború, ők találták fel a koncentrációs tábort, de hogy ne menjünk ilyen egzotikus vidékekre, Marlboro tábornok úr, akit megbíztak, hogy Dublinban a húsvéti lázadásnál tegyen rendet, és az írek, a felkelők, a rommálőt postapalotából nem voltak hajlandók kijönni és megadni magukat. Marlboro tábornok úr azt mondta, hogy ja, nem jöttök ki, semmi baj, fordítsuk meg az ágyukat, és kezdjük el lőni a postapalota körül a polgárházakat. Mert majd, ha a lázadók látják, hogy a gyerekeik, az asszonyaik, meg a véneik pusztulnak el, majd kijönnek, és milyen igaza lett. Ezek az angolok, érted? És most elmagyarázzák nekünk, hogy ide jönnek kicsit nevelni. Köszi. Hogy